A Magyar Nemzeti Bank infografikai versenyének, a Neumann Eco Plus díjnak a nyertesei vehették ma át a részükre szánt oklevelet és tárgyi jutalmat a kampusz nagy előadójában. A fiatalok pályamunkáiknál három témakörből választhattak. Az azonnali fizetési rendszer, a fenntartható gazdaság és a versenyképes gazdaság és a zöld gazdaság kapcsolata volt, amit infografika segítségével kellett a diákoknak ábrázolnia. A közgazdasági felkészültség mellett a kreativitást is díjazta a zsűri. Az MNB oktatási klubja rendszeresen szervez tanulmányi versenyeket egyetemi hallgatók részére. Ezeknek a versenyeknek elsősorban az a célja, hogy kiváló eredményekre, jó teljesítményre sarkaljuk a hallgatókat. 10 hallgató kapott összesen 1,5 millió forint jutalmat a tárgyi nyereményeken túl. A sikeres versenyzők egy-egy okostelefonnal is gazdagabbak lettek. Idén ez volt a Magyar Nemzeti Bank oktatási klubjának a 4. versenye. A megmérettetésre a diákokat a Neumann János Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank szakemberei készítették fel. A tehetséggondozásnak egy nagyon fontos szintere a hallgatói verseny. Itt nem csak kipróbálhatják magukat éles helyzetben, kvázi vizsgaszituációban, hanem olyan plusz tartalmakat, olyan plusz tudást is szerezhetnek, ami később a munkaerőpiacon az ő diplomájuk értékét tovább növelheti. Dr. Fülöp Tamás rektor hozzátette, a Neumann János Egyetem a tanulmányi versenyek mellett a középiskolásoknak is szeretne kedveskedni egy programmal. Október 22-én nyílt napot szervez az intézmény, ahol igyekeznek majd bemutatni a hallgatói élet pozitív oldalát.